új munkahelyek. 103 fővel bővítette foglalkoztatotti létszámát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Mastergood cégcsoport. Energiahatékonysági beruházás. Mintegy 430 millió forintos támogatást kap a Mátészalkai Baross László mezőgazdasági szakképző iskola és kollégium. Döntött az új bizottság, a Szabolcs Néptánc Együttes munkássága, a Tarpai Citera zenekar kulturális tevékenysége és a Beregdoróci Vászonvirág is bekerült a megyei értéktárba. Százhárom fővel bővítette foglalkoztatotti létszámát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Mastergood cégcsoport. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A kisvárdai és a petneházi baromfi feldolgozó üzemeiben 878 millió forint értékű beruházást hajtott végre a cég. Az összeg 50%-át állami támogatás biztosította. Jelenleg több mint 1900-an dolgoznak a cégcsoportnál. A Mastergood kisvárdai üzemében évente mintegy 52 millió csirkét vágnak le, ami azt jelenti, hogy a hazai kereslet minden harmadik baromfia innen kerül ki. A cégcsoport beszámolója szerint minden évben 10-20% közötti bővülést produkál a cégcsoport, és az idei évben a technológiai fejlesztéseknek köszönhetően 103 új munkahelyet hoztak létre. A beruházás nagyságrendje 887 millió forint, 436 millió forintnyi támogatást kapott ez a cég. A beruházás megvalósult, a munkahelyek létrejöttek, 2015-ös pályázatról van szó, most zártuk ezt le. Örülök annak, hogy a cég megpróbálta ezt a lehetőséget, mi örömmel támogattuk, és úgy érezzük, hogy ennek a jövőben is lehet még folytatása. Varga Mihály hozzátette, a 436 milliós támogatás megtérülő befektetés lesz, ugyanis egy része már a következő évben visszakerül a költségvetésbe, adók és járulékok megfizetésével. A Nemzeti Fejlesztési Miniszter a támogatás ünnepélyes bejelentésén kiemelte, vannak olyan hazai gazdasági szereplők, akik méretük miatt már kiszorulnak az Európai Uniós forrásokból, számukra fontos, hogy az állam támogassa a versenyképességüket. Számomra nagy öröm, hogy az első ciklus első jelentős beruházását itt Kisvárdán a Mastergood kapta meg, hiszen ennek a cégnek, akit elmondták a tulajdonosok, Európa egy Közép-Európa legnagyobb cége baromfi feldolgozásba, és tervezik, hogy az Európa top 10 cégek közé érjenek. Ezek mind-mind olyan támogatások, amely azt üzeni a világnak, az itt élőknek, hogy itt Kis-Magyarországon, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is lehet világszínvonalú, családi vállalkozáson alapuló magyar gazdaságot építeni. A cég ügyvezetője azt mondta, céljuk a folyamatos fejlődés, a következő években is kétszemjegyű növekedésre számítanak. Jelen pillanatban minden harmadik csirkét vágunk mi Magyarországon, itt Kisvárdán, a Mastergood gyárában. Azt reméljük, hogy mához két évre el fogjuk kérni az évi 62-63 millió darab csirkét, ez pedig azt jelenti, hogy minden második csirkét itt Kisvárdán fognak levágni Magyarországon. Ez az európai képzeletbeli dobogón is valahol a 6.-7. rangsorra föltornázza magát a Mastergood. Bárány László hozzátette, az elmúlt 10 évben több mint 30 milliárd forintot fordítottak fejlesztésekre, a következő 3 évben pedig évi 4-5 milliárd forintos beruházásokra készülnek. Energiahatékonysági beruházásra mintegy 430 millió forintos támogatást kap a Mátészalkai Baross László mezőgazdasági szakképző iskola és kollégium. Jelentette be az agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkár a Szatmári városban. Román István kiemelte, a Földművelésügyi Minisztérium a Mátészalkain kívül 9 intézménynek ad hasonló támogatást. Mezőgazdasági gépész, mezőgazdasági technikus és gazdaképzés. Ilyen területeken tanulhatnak a diákok itt a Mátészalkai Baross László mezőgazdasági szakközépiskolában. Ez is annak a 63 intézménynek egyike, amely a Földművelésügyi Minisztérium fenntartásába tartozik. Ezek közül most 10 intézmény kap támogatást energiahatékonysági beruházásokra.
A környezet és energiahatékonysági operatív programból a Földművelési Minisztérium 3 milliárd forintot kapott egy kormányzati döntés értelmében, amelyet a agrárszakképző intézményeinknek a felújítására fordíthatunk, és ebbe a csomagba került bele tulajdonképpen Máté Szalkai Baross László szakképző iskola is. Ide 430 millió forint fog érkezni, amiből meg lehet valósítani egy komoly beruházást, nyilázáró cserét, külső szigetelést, fűtéskorszerűsítést, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon modern intézmény várhatja majd az agrárium iránt érdeklődő fiatalokat, reményeink szerint már jövő ősszel. A mezőgazdasági hiány szakmák választását az is segítheti, hogy ösztöndíjjal tanulhatnak ezekben az iskolákban, tette hozzá Román István a Máté Szalkai sajtótájékoztatón. Ez országszerte összesen 24 ezer diákot érint. A Máté Szalkai intézmény a térség kiemelkedő agráriskolája. Az energetikai beruházásra már évek óta nagy volt az igény, közölte az igazgató. Iskolánk elég régi, már 1927-ben alapították és építették. A legutóbbi felújítás az 1993-ban volt, és azóta az intézményben egy nagy felújítás nem történt, csak állagmegóvó karbantartások. Úgyhogy éppen ideje volt ennek a pályázatnak. Tehát akkoriban, amikor az iskola újult, illetve épült, akkor még az energia hatékonysága nem volt szempont. Legalábbis nem annyira, mint manapság. A térségben több agráriskolát is támogatott a kormány idén, tette hozzá a térség országgyűlési képviselője. Kovács Sándor azt hangsúlyozta, a kormányzat számára fontos a vidéki Magyarország fejlődése, ezért segíti az agráriumot és a szakképzést is. Ennek az iskolának van Ópályibai telephelye, ahol 50 millió forintot már jóvá hagyott a kormány. Szeretnénk azt a telephelyet tovább bővíteni, hiszen, ahogy mondtam, a Máté Szalkai térség mezőgazdaságból élő dolgozói, illetve azt gondolom az önkormányzatnál dolgozó közfoglalkoztatottak átképzéséhez hozzájárulhat, és egyfajta mintagazdaság lesz az Ópály. A sajtótájékoztatón kiemelték, a Máté Szalkai intézmény jó példa arra, hogy az állam és a település eredményesen tud együttműködni. A most kezdődő beruházást ugyanis együtt gondolkodva sikerül megvalósítani, fogalmazott Hanusi Péter polgármester. A önkormányzat az épületeknek a tulajdonosa, az intézménynek a tulajdonosa, és ugye a minisztérium a fenntartója ezeknek az épületeknek. Tehát gyakorlatilag bármilyen pályázati elképzelés, projekt elképzelés van, ez a város nélkül nem megvalósítható. És természetesen, hogyha az együttműködés az rugalmas, az együttműködés jó, akkor minden pályázatot a szó legjobb értelmében közösen menedzselve tudunk előre haladni. A beruházás a tervek szerint a következő tanév elejére befejeződik. Az intézmény 2017. szeptemberében kezdi majd a 90. tanévet, így erre a jubileumi tanévnyitóra tervezik a megújult épület átadását. Vegyék kezükbe a sorsukat az emberek május 2-án és a népszavazáson utasítsák el a kötelező betelepítési kvótát, mondta a Fidesz tájékoztatóján Nyíregyháza polgármestere. Kovács Ferenc szerint rossz döntés esetén visszafordíthatatlan folyamatok indulnának el, a megyeszékhely fejlődését is megtörné és veszélyeztetné a migránsok betelepítése, mivel a nyugat-európai példák is azt bizonyítják, hogy nálunk gazdagabb országok sem tudják kezelni a problémát. Miért lenne az jó Nyíregyházának, hogyha ide most 1000-2000, ki tudja hány száz migráns jönne még, miért jó az a városnak? Azt se látjuk igaz, hogy mennyi terhet jelentene, de azt el tudjuk képzelni, hogy ez milyen óriási pénzügyi terhet is rakna a városra, és egyáltalán miért érdeke ez a nyíregyházaknak. Én azt gondolom, hogy a nyíregyházaknak az az érdeke, hogy a város fejlődése, ami 5-6 éve töretlenül megy, az folytatódjon, azt ne veszélyeztesse semmi. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében keresnek a legkevesebbet az emberek. Az átlagbér nettó 116 ezer forint, mondta az MSZP nyíregyházi tájékoztatóján Bankuné Borbé Ildikó. A szocialista képviselő kiemelte, az országos átlag 171 ezer forint, a budapestiek pedig 222 ezer forintot keresnek havonta. Utóbbiak több mint 100 ezerrel keresnek többet, mint a szabolcsi munkavállalók, tette hozzá a politikus. Szabolcs megyében vannak a legszegényebb emberek ezáltal. A másik megdöbbentő adat, hogy folyamatosan halljuk, hogy nőtt a foglalkoztatottság, már most 4,2 millió ember dolgozik ma Magyarországon, csak a Fidesz azt nem mondja, hogy olyan embereket számol most már bele a foglalkoztatotti körbe, ami 2010 előtt nem szerepelt a statisztikai adatokba. Beszélünk a 230 ezer közfoglalkoztatottról, ami 180 ezerrel több, mint 2010-ben.
Menjenek el szavazni vasárnap, és mondjanak nemet a kötelező betelepítési kvótára. Erre kéri a választókat Katona Péter, a Jobbik politikusa. A párt kelet-magyarországi regionális igazgatója szerint Magyarország kudarca lenne, ha eredménytelen lenne a vasárnapi népszavazás. A hazai migrációs politika bukna el, fogalmazott az ellenzéki politikus. Mi abban bízunk, hogy ez a népszavazás eredményes lesz, és érvényes is. Ebben az esetben mi úgy gondoljuk, hogy egy alkotmánymódosítás szükséges, hiszen kötelező érvényű a parlamentre a népszavazás. Amennyiben nem lesz érvényes, és ez a negatív forgatókönyv, akkor viszont azt gondoljuk, hogy a kormánynak és Orbán Viktornak le kell vonni a konzekvenciáit. Három új érték, a Szabolcs Néptánc Együttes munkássága, a Tarpai Citera zenekar kulturális tevékenysége és a Bereg Daróci Vászonvirág is bekerült a megyei értéktárba. Erről már az újonnan választott értéktár bizottság tagjai döntöttek. Az új bizottság kisebb létszámú, így hatékonyabban és rugalmasabban képes ülésezni és döntést hozni. Ez is elhangzott a Megyeházán az új megbízatásokról és az új értékek listájáról tartott sajtótájékoztatón. Ezek a Bereg-Daróci szövet virágok az értéktárbizottság legutóbbi ülésén kerültek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értékek listájára. Az értéktár folyamatosan szervez kiállításokat, melyekkel nem csak a megyékben élőkhöz, hanem az ország különböző részei mellett a határon túliakhoz is el akarják juttatni a helyi nevezetességeket. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár bizottságnak a megbízatása lejárt, az 5 éves megbízatása, és ezért volt szükség arra, hogy most a bizottság tagjainak az újraválasztása megtörténjen, és ezzel élvezze a lehetőséggel a megyei önkormányzat és az értéktár bizottság tagjai arra az álláspontra jutottak, hogy szeretnék rugalmasabbá, aktívabbá tenni a bizottság munkáját, és ezért a viszonylag magas létszámot, bizottsági létszámot egy kicsit lecsökkentettük. A bizottság taglétszáma így szeptembertől 12-ről 7 főre csökkent. Az újonnan megválasztott testület az első ülésén rögtön 3 új értékkel bővítette a korábban 35 tagú értéktárat. Az egyik érték az a Szabolcs Néptánc Együttesnek a munkássága, amely azt hiszem, hogy abszolút indokolt, hogy az értéktár tagja lett. Ennek nagyon örülünk, hogy beérkezett a javaslat. A második az a Tarpai Citera zenekarnak a kulturális tevékenysége. Őket szintén nem kell bemutatnunk, Szabó László tanár úr, azt hiszem, hogy olyan értékmentő és értékvédő munkát végez a Beregben és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, amely mindenképpen kiemelendő. Ezt a megyei önkormányzat egyébként el is ismerte a megyenapon egy megyei kitüntetéssel is. És a harmadik, amely hozzám talán a legközelebb áll, hogyha ennyi megengedhető, az a Bereg-Daróci Vászonvirág. Baracsi Endre a sajtótájékoztatón kiemelte, bárki ajánlhat megyei értéket a bizottságnak, amire az értéktár honlapján elérhető nyomtatvány kitöltésével van lehetőség. Két menetrend szerint közlekedő autóbusz ütközött ma délelőtt Nyíregyházán. A baleset a Szent István utcán a kórház előtt történt. A buszokon összesen több mint 40-en utaztak, közülük 4-en szenvedtek sérülést, őket a mentők kórházba szállították. 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett egy mikrobusz sofőrje. A vétlen sofőr elé egy teherautó kanyarodott Nyíregyháza külterületén a Simai úton. A mikrobusz sofőrjét kórházba szállították. Szombaton lesz az évad első premierje a Móri Zsigmond Színházban. Boris Alkonyin Sirály című fekete komédiáját Szabó K. István rendezésében viszi színre a társulat. Az előadás főpróbájába hamarosan bepillanthatnak, előtte nézzük a híradó további témáit. 6 gólos vereséget szenvedett az NB1 harmadik fordulójában a kisvárdai női kézilabda csapat. Kovács Péter együttese hazai pályán 28-22-re kapott ki az Érttől. Továbbra is őrzi egypontos előnyét a Balkánya labdarúgó megyei első osztályban. Mirgai László együttese legutóbb a Tiszavasvárit verte 5-1-re. Hogyan lehet közös nevezőre hozni Csehov Siráját és egy klasszikus Agatha Christie krimi fordulatait? Szombaton ez is kiderül a Móri Zsigmond Színházban az évad első premierjén. Boris Alkonyin Sirály című fekete komédiáját Szabó K. István rendezésében viszi színre a társulat. Üljünk le és beszélgessünk! Amikor felmegy a függöny, egy orosz vidéki ház nappalia tárul elénk. Trepljov a fiatal író és Nina Zarichnaya a színésznő beszélgetnek.
Csehov jól ismert művét is láthatnánk, ám a műszerzője Boris Akunin az orosz kortárs irodalom fenegyereke. Több regénye is megjelent már Magyarországon, ám drámái kevésbé ismertek. A Sirály című fekete komédiában adott egy holttest, számos gyanús körülmény és néhány gyanúsított. 9 jelenetben 9-en vallanak lehetséges tettük mozgatórugóiról, a bennük évek alatt felgyülemlett kiábrándultságról. A darab rendezője szerint a szerző a Csehov parafrázist egy színházi csemegének szánta. Csehov Sirálynak negyedik felvonásából indít Akunin, megtartja az alapszituációt, és ezt fejleszti tovább. Ami igazából az érdekesség ennek az anyagnak az az, hogy mindazt, amit Csehov eltakar, amit a hőseiről nem mond ki, tehát ami ott marad a fű alatt, azt Akunin, mint felerősíti, kimondja, arcátlanul felfedi őket, ebből is származik különben az egész történetnek a pikantériája. Az úr irgalmas. Talán magához vesz engem is, hogy neked, Irocska, ne kelljen kétszer fáradnod. Egyszerre te vetszel mind a kettőnket. Az előadás egyik különös figuráját az idős beteg Szorint Horváth László Attila alakítja. Ő a kegyelmes úr, az övé ez a birtok, ahol együtt él az unokaöccsével, és ide érkezik meg a színésznő Arkadyina és a vendégsereg. És itt történnek a dolgok. Egy beteg, idős ember, annak idején a Bárány Frici játszott a verebes rendezésben. Arkadyinát Pregitzel Fruzsina, Don doktor szerepét pedig Gáspár Tibor játsza. A fekete komédia bemutatóját szombaton tartják a Kródi Kamara színpadon. A golyó egyenesen a tülébe repült, az agya pedig a farralocsot. Hat gólos vereséget szenvedett az NBA egy harmadik fordulójában a kisvárdai női kézilabda csapat. Kovács Péter együttese hazai pályán 28-22-re kapott ki az Érdtől. A várdaiak szombaton Moson-Magyaróváron lépnek pályára. Nem kezdte jól a legutóbbi bronzérmes elleni meccset a kisvárda, az első félidő felénél 6-2-re vezettek a vendégek. Az Érd rohanós játéka nem ízlett a hazaiaknak, így 30 perc játék után 15-6-ra vezetett a több hazai válogatottat és légiósok sorát felvonultató Pest megyei gárda. A második játék részben már másik arcát mutatta a kisvárda, az új szerzemény, a szerb Dimitrovics elkezdte lőni a gólokat, így csökkenni kezdett a két csapat közötti különbség. Az érdiek győzelme így sem forgott veszélyben, a vendégek végül 6 góllal nyertek, de Kovács Péter együttese számára biztató lehet az utolsó 20 percben mutatott játék. Nekünk kicsit túl nagy falat volt még azért ebben a szakaszban. Főleg az első félben rengeteg hibát követtünk el. Tehát nagyon idegesen kézilabdáztunk, amire készültünk, azok igazából, tehát meglepetés nincs, mert ugye most már mindenki minden meccset tud látni, tud elemezni. Igazából nem volt, de ők precízebbek, gyorsabbak voltak, és mi, mondom, ami hibát ellettük követni, mind védekező, mint támadásba elkövettük. Második félre az meg már csak statisztika, amellett, hogy ugye az emberben azért van egy olyan jó, hát nem jó érzés, de egy jobb érzés, hogy végülis meg a másik félőt megnyertük, és hát azt hiszem, hogy tényleg küzdött a csapat. A vendégek edzője és a kisvárdaiak küzdőképességét dicsérte, és egy picit bosszankodott második félidei játékuk miatt. Nagyon erősen kezdtünk, pontosan jól játszottak a játékosaink. Utána több lehetőséget adtam azoknak, akik addig nem kaptak szerepet. Én azt gondolom, hogy továbbra is voltak jó momentumok a játékaimban, de hát az ellenfél az nagyon küzdött végig. Úgyhogy ehhez gratulálok is nekik. Az 51-szeres szerb válogatott Marina Dimitrovics 6 góllal mutatkozott be új csapatában. Először is szeretnék gratulálni az ellenfél csapatának és az egész velük dolgozó stábnak. Az első félidőben nem játszottunk valami jól, ezért jelentős hátrányba kerültünk. A második félidőben már jobban ment a játék. A csapatunk fiatal, sokat fogunk még dolgozni, együtt készülni, és biztos vagyok abban, hogy jobban fogunk játszani. A forduló további eredményei a következők: MTK Budapest Budaörs 30-30, Debrecen Győr 18-28, Vác Moson Magyaróvár 29-27,
Siófok Albafehérvár 27-22, Dunajváros Békés Csaba 28-24 és Kispest Ferencváros 19-43. Három forduló után a Győr, a Dunajváros és az Érd még 100%-os. A Kisvárda 2 ponttal a 9. helyen várja szombati Moson-Magyaróvári vendégjátékát. Továbbra is őrzi 1 pontos előnyét a Balkánnyal labdarúgó megyei első osztályban. Mirgai László együttese legutóbb a Tiszavasvárit verte 5-1-re. Nagyhalászban és Sényőn is 7 gólt láthatott a közönség. Előbbi csapat a Gyulaházánál bizonyult jobbnak 6-1-re, utóbbi pedig az Ibrány ellen győzött 4-3-ra. Nem változott a tabella élmezőnye a 7. fordulót követően a megyei első osztályban. A Balkány 5-1-re győzött a Tiszavasvári ellen, a Nagyecset 2-1-re verte a Szakolyt, a Rakamaz 1-1-es döntetlent játszott a Baktalórendházával, a Nagyhalász a Gyulaházát múlta felül 6-1-re. A Tuzsér Vásáros Naményból távozott 3-0-ás sikerrel, a Máté Szarka pedig Nyírgyulajban nyert 2-0-ra. A Fehérgyarmat Mándok találkozó 1-1-es döntetlennel zárult, a Sényű pedig az Ibrányt verte 4-3-ra. Megszereztük a vezetést szerencsére a mérkőzés elején, de egy abszolút figyelmetlenségből, rögtön a középkezdésből egyenlített is az ibrányi csapat. Pár percre később szintén vezetést szereztünk, és megint egy figyelmetlenségnek köszönhetően egyenlített az ibrányi alakulat, majd még a fél idő előtt megszerezték a vezetést is, úgyhogy a szünetbe 3-2-es hátrányba mentünk be, ám sikerült a második fél időben megfordítani a meccset, és végül 4-3-ra mi győzedelmeskedtünk. A tabella élén a 19 pontos Balkány áll, megelőzve a 18 pontos Nagyecsedet és a 15 pontos Tiszavasvárit. A Rakamaznak és a Nagyhalásznak egyaránt 14 pontja van, őket követi a 13 pontos Sényő. A sereghajtó Szakoly még nem szerzett pontot. A 8. forduló párosítása a következő: Tuzsér Fehérgyarmat, Tiszavasvári Nyírgyulaj, Máté Szalka Ibrány, Mándok Balkány, Nagyhalász Sényő, Gyulaháza Nagyecsed, Szakoly Baktalórendháza és Rakamaz Vásáros Namény. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. 103 fővel bővítette foglalkoztatotti létszámát Szabolcs-Szatmár Bereg megyében a Mastergood cégcsoport. A kisvárdai és a petneházi baromfi feldolgozó üzemeiben 878 millió forint értékű beruházást hajtott végre a cég. Az összeg 50%-át állami támogatás biztosította. Jelenleg több mint 1900-an dolgoznak a cégcsoportnál. Energiahatékonysági beruházásra mintegy 430 millió forintos támogatást kap a Máté Szalkai Baross László mezőgazdasági szakképző iskola és kollégium. Jelentette be az agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkár a Szatmári városban. Román István kiemelte, a Földművelésügyi Minisztérium a Máté Szalkain kívül 9 intézménynek ad hasonló támogatást. Három új érték, a Szabolcs Néptánc Együttes munkássága, a Tarpai Citera zenekar kulturális tevékenysége és a Beregdaróci Vászonvirág is bekerült a megyei értéktárba. Erről már az újonnan választott értéktárbizottság tagjai döntöttek. A Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 29-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk Önöket. Műsorainkért és további hírekért addig is böngészék honlapunkat. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, péntek estig a Kárpát-medence fölé továbbra is általában száraz, enyhe levegő áramlik, folytatódik a nyáriasan meleg idő. Éjjel kevés fátyol és gomoly felhő várható, majd mindenhol kiderül az ég, csapadék nem lesz. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, reggelre általában 8 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire gyengén felhős, napos, száraz időre lehet számítani, a délnyugati szél helyenként megélénkül, délutánra 24 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. Szombaton még front és csapadékmentes, gyengén felhős, napos, nyáriasan meleg időre van kilátás, vasárnap a hosszabb, rövidebb napsütést követően nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és délutántól a Dunántúlon egyre több felé elered az eső, zápor eső. A jövő hét első felében gyakran lesz erősen felhős az ég, csak rövid napos periódusokra számíthatunk,
több helyen várható eső, záporeső nagyobb eséllyel a keleti ország részben. Sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódhat az északi északkeleti szél, átmeneti enyhülés után ismét erősödik az éjszakai lehűlés és jelentősen gyengül majd a nappali felmelegedés. Szent Mihály napja a gazdasági év fordulója volt elődeinknél, ilyenkor kezdték törni a kukoricát, a Szent György napon kihajtott jószágot pedig ekkor hajtották haza.